Eötvös József nevét viselő előadássorozatot a 21. század intézet és a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány hívta életre, mint egy 4 évvel ezelőtt. Célunk az volt, hogy egy méltó keretet teremtsünk, biztosítsunk, nagyon fontos a világot értelmezni próbáló szellemi erőfeszítéseknek. Ha vannak globalisták, akkor mi lokalisták vagyunk, mert a kérdés valóban az, hogy hol vagyunk otthon. A globalista az mindenütt otthon van a világban, mindenütt otthon akar lenni a világban, és ezért végső soron sehol nem lesz otthon. A lokalista pedig pontosan tudja, hogy valahol, egy konkrét helyen kell otthon lennünk. A 2015-ös év nagy népvándorlása a világot átértelmező folyamatnak egy kitüntetett pillanata volt, mert akkor mindenki meglátta, és itt nálunk a bőrén is érezhette azt a hatalmas átalakulást, ami elébe nézünk. Az addig áfjumokkal homályosított szemekről leesett a hályog, a bátrabbak pedig még a szájkosarat is levették. Mi magyarok már korábban is gyakran váltunk, néha csak naívan, öntudatlan, néha viszont szándékoltan vállalva a következményeket, a globalista utopizmus céltáblájává, az elmúlt években pedig abban a kitüntetett kegyben van részünk, hogy szinte non-stop, hogy minden magát valamire tartó globalista erő rajtunk, és nevezetesen, azért mondjuk ki a szót, Orbán Viktoron gyakorlatozik. A világ széles nyilvánosságát ma uraló utopista, globalista erők folyton arról akarnak minket meggyőzni, hogy nem vagyunk eléggé korszerűek, nem vagyunk eléggé haladók, hogy mi atavisztikusan, bigottan, beleragadtunk a múltba. A globalizmus mai hívei számára pozitív, sikeres történelmi példák hiány, birodalmi mintának ezért nem marad más, mint az utopizmus áfjuma. Az utopista a normál, természetes, józanépre alapító lehetséges célok helyett sosem a létezőből indul ki, hanem mindig fontosabb neki az az ideális, az, ami a vágykép. A világbirodalom, vagy az impériumá merevült korábbi egyenjogúságát és önkéntességét feladó Európa áfjumának orvossága, antidótuma, nem más, mint az egymással együttműködésre kész nemzeti erők megerősítése. A közösségi, családi, nemzeti összetartozások megerősítése az az igazi antidótum, az ellenméreg, aminek segítségével megőrizhetjük az őseink által ránk hagyományozott legjobb európai vívmányokat, megmenthetjük keresztény nyugati civilizációnkat, a sok szenvedéssel kiharcolt szabadságunkat, békénket és európai életmódunkat.